Kenyérszentelő ünnepséget rendeztek augusztus 20-án a Vínó étteremben. A szentelő alkalmából avatták fel az étterem új kemencéjét. Mindig is vonzott egyébként maga a kemencébe való sütés ötlete. Pár alkalommal már módomba volt, hogy kipróbáljam más kemencébe való sütést, főzést, és szerettem volna egy saját kemencén, vagy most már az étterem kemencéje fölépüljön. Érdekes ételkészítési mód a kemencébe sütés, főzés. Minden kemence más. Ki kell ismerni a kemencének a tulajdonságait. A mi kemencénkkel is ugyanez a történet. Már megpróbáltuk benne a kenyérsütést, reggel sütöttünk benne kenyérlángost, kolbászost, jutúróst, meg egy speciális erdélyi birkatúróval készült, tehát az egyik barátom készített benne, rendkívül finomra sikerült. Készítettünk benne fonott kalácsot, készítettünk olyan kenyeret, amit egy picit el is égettünk, de hát ez minden új dolognak a lehetősége, hogy mi ki nincs próbálva, addig vannak ilyen történések is. Kimondott hagyományos kemencét próbáltunk fölépíteni. Ezt egy izsáki származású lány készítette el, Krasnyánszki Piroska. Neki is ezúton szeretnénk megköszönni. Görög Roland volt a mesterem, tőle tanultam a szakmát. Cserépkályhákat építek elsősorban. A kemence az egy egész más, az egy különleges valami. Nagyon érdekel a néprajz, nagyon érdekel, szeretem a kézművességet, és ebből alakult ki. Legalább egy hetes előkészülete van ennek a kemencének például, amit itt látunk. Ezt előtte össze kellett vágni a cserepeket, elő kellett készíteni, ami nagyon nagy munka, és ennek semmi látszata nincs tulajdonképpen, csak az, amikor már így kész van. Úgy látom, hogy ízlenek a kemencében sült ételek. Igen, nagyon, ezek a régi ízeket hozzák elő mindenféleképpen, amit még gyerekkoromban ismertem meg. Szeretném, ezek hagyományjá válnának. Ez most egy új kezdeményezés itt a vendéglőnél, hogy építettek egy kemencét, és hát a jövőben nyilván többször is lesznek majd ilyen sütések, főzések. Mi a véleménye erről a hagyományteremtésről? Hát nagyon jó ötletnek tartom, itt a környékben nem igazán van ilyen vendéglő vagy étterem, ahol ilyen dolgokat, ilyen hagyományos dolgokat helyeznek előtérbe. Úgyhogy Laci ezt így nagyon jó kitalálta. Kóstoltam már több kemencében sütételt. Nem mondom, hogy hatalmas nagy hagyománya van nálunk is, de egy-két malacot, töltött káposztát, ilyesmit már készítettünk, és hát ez egy más világ. És ezt kár lenne elfelejtenünk, tehát ez ragaszkodnunk kellene tényleg. Mutassatok utána!
érdek, Szent fiamat